Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, jó részt ismerős arcokat látok. Én megírtam ezt a negyedik előadást, ezt a Daninak mondom, aki majd összefoglalót közöl a Magyar Kurírban. Ez érvényes, és hát bizonyos részek majd elhangzanak, de közben eszembe jutott, hogy sokkal életszerűbb az, hogyha mondjuk néhány versemet felolvasom, hiszen fél évszázad óta ez a témakör mindig izgatott, és sokszor vallottam erről az életbe vágó kérdésről, a halálról. Hiszen arról van szó, hogy aki értelmet ad a halálnak, az értelmet ad az életnek is. És hát rövid életünk, azt mondanám, két sötétség között egy villámlás. Annyiszor rám szakadt a végesség szomorúsága, de ugyanakkor, akik ismernek, tudják, hogy megírtam a pályám, vagy a hivatásom történetét. Egyik versemnek a sorát adtam címül. Örömben éltem, köszönöm. Valóban az Úristen jósága vezetett, attól kezdve, hogy ott egy göcsei tanyán megszülettem, Kálocván, és aztán hosszú, kanyargós úton, külföldön is jártam, visszatértem ide, hazámba, és hát sokszor emlékezem a múltra, az öreg ember az szívesen emlékezik, nosztalgiázik, Párizs, Róma, egyéb élmények, és most már bevallom, hogy egyre inkább előre nézek. 86 után, akkor már kezdem elhinni, hogy én is meghalok. Mert ugye a József Attila írja, hogy hát azt mondják, hogy meghalok, de annyi mindenfélét hall az ember, hogy erre csak hallgatok. És hát amikor úgy csapkod a menkű körülöttem, ismerősök, osztálytársak, aztán jó barátok, papok. A Magyar Kurírban szinte naponta olvasok, meghalt ez is, az is például nálam fiatalabb papok. Hát aztán egyszer csak rám kerül majd a sor. És be kell vallanom, hogy nincs bennem szorongás. Az utolsó lelki gyakorlat óta dobogókön végeztem a kedves Mustó Péterrel, most már másodszor, és amikor úgy beszámoltam neki, ugye a végén azt mondtam, Péter, én akár holnap meghalhatnék, nincs bennem szorongás. Tudjátok, inkább most az érdekel, hogy mi lesz oda át, az a kíváncsiság, abban a szellemvilágban. És most az utolsó napokban megszereztem, a jezsuiták adták ki, Henri Boulard jezsuitának, hát ismeritek, mert itt is járt, sőt magyar állampolgár lett, ezt a könyvét, Halálban ugyanis megszületünk, szeretet, szerelem, feltámadás, örök élet ez a könyv, nagyon ajánlom. Hát ráismertem azokra a gondolatokra, amiket én is sokszor hangoztattam, ő is a nagy jezsuita tudós, Teilhard de Chardin híve, annak idején még a Rómában, a Vatikáni Rádiónál Rómában járt, 25 évvel ezelőtt készítettem vele francia interjút Teilhard de Chardinről, és Pascal, és a personalisták, és hát általában az én szerzőimet is idézi, és Karl Rahnert, az ő halál teológiáját, amiről én lőven be a teológiai licenciátusomat írtam. Persze átadtam, szó volt a magyar Boros Lászlóról is, akire szintén hivatkozik, akinek a Mysterium Mortis című könyvét nemrégen pár éve adta ki a Vigília
Tehát úgy ráismertem a szerzőkre, de a szentek közösségéről és az örök életről olyan derűsen ír, hogy az ember most már oda kívánkozik, oda átra. Csodálatos, majd idézek belőle, de azért, amit leírtam, abból néhány részt elmondok. Inkább leülök. Csináltál fényképet? Na jó. Na, bemelegítésül, hiszen szó lesz majd erről. Az a csodálatos, vagy a döbbenetes, ha visszagondolok, hogy volt egy sommás lány és egy cseléd férfi, ott Kálocván megismerkedtek szénahordáskor, aztán abból házasság lett, és egy évre rá megszülettem én, anyám, apám. És ha meggondoljátok, hogy abból az egyetlen ivar sejtből, a megtermékenyített pete sejtből megfogantam, ott az anyám kihordott, megszülettem, hogy micsoda titok ez, és a génkódomban benne van az egész fejlődő mindenség, és az őseim is, de erről is ír a Bulát, de hát én már réges-rég erről sokat gondolkodtam, és hát azt mondják, ugye a hitetlenük véletlen és szükségszerűség, az egész mindenség, ez a kibomló teremtés, hát ez nem hiszem, hát lehet más nevet adni. A nagy francia Nobel-díjas biológus Jacques Monod írt egy könyvet, véletlen és szükségszerűség, az magyarázza, hogy a fejlődő mindenséget, és lekezeli Teilhard de Chardint is. De a végén kiköt a mítosznál, Camus-nek a Sisyphos mítosza című könyvéből idéz, ugye a mitológia szerint ott találjuk a hegy lábánál sziklával Sisyphos, hiába próbálja fölfelé gördíteni. Hát marad a mítosz, tehát mindegy, ő neki ez elég. Én mostanában állandóan csodálom azt, hogy hát csodálkozom minden reggel, hogy létezem, hogy kinyíltak az orgonák, hogy az élet megy tovább. Persze aztán megdöbbentő az, ahogy Szabó Lőrinc írja, amikor elsiratta a kedves 26. évben, hogy hát ez a rettenetes, hogy túléli meséd egy könyv és egy ceruza vég, valahogy így van, hogy a tárgyak túlélnek bennünket. Hát ezt nem tudjuk elfogadni, ez akkor abszurd lenne a lét, és hát van, aki azt mondja, ugye, gondoljunk itt például Jean-Paul Sartre, az ateista, aki kijelenti, ugye, hogy abszurd az, hogy születtünk, abszurd az, hogy meghalunk, és az élettársa, a filozófus Simone de Beauvoir, mikor már elparentálta, előbb meghalt a férfi, hát nagyon kegyetlen, hogy a nők tudnak ilyen materiálisan gondolkodni, mindegy gyengeségét részletezi, de végül azt mondja, hogy hát amire mindig vágytam, az az, hogy azzal legyek, akit szerettem, és akkor jön egy francia szójáték, de hát azt mondja, mivel a halál megsemmisülés, mindketten bele zuhanunk a semmibe, azt mondja, du rien au rien, il n'y a pas de lien. A semmitől a semmihez nincsen kapocs. Hát ez is egy felfogás, de még nyitányként fel akartam olvasni ezt a versemet a Genezis Zsoltár hangra. Éppen ma volt a breviáriumban. 139. Zsoltárból vettem a mottót, anyám méhében tesződte testemet. Évbilliók moraja ringatott, és még te mindig nem tudod, hogy fenn a csillagok vigyázó csendje előre rád figyelt, és rád várt a kibomló teremtés. A föld méhében, az idő mélyében már ismertél engem, ott voltam örök terveidben.
Jelen midőn a tenger szélen, szálva a szélben, mind arra vártak a homokszemek, hogy műveid közt én is ott legyek. Anyám méhében tesződted testemet, hozzám küldted az anya nedveket, hogy vérerem, vesém és végtagom legyen, s az ő szívével dobbanja a szívem. Szemed már látta minden tettemet, felírtad őket könyved lapjain, előre kiosztottad napjaim, és megjelölted jövendő utam, csodálatosak terveid, Uram. Ott vagyok, mindannyian ott vagyunk, Isten, a szerető Isten örök üdvösség tervében. Gyakran elmélkedem, nem is hoztam el a új szövetséget, az Efezusi levél elején olvasható áldásról, imádságról, amit még annak idején másodéves szeminarista voltam Szombathelyen, a Brenner Jancsit, akit megöltek a kommunisták, hamarosan boldoggá avatják, éve neki voltam osztálytársa, meg a Seregély István volt ott, és a Werner Alajos zeneszerző, kiváló pap, aki börtönben is volt, tartott nekünk lelki gyakorlatot. Ezt már sokszor elmondtam, leírtam, de most azért ismétlem, mert az alapvető élményem volt, mikor arról beszélt, ugye a prófétát idézve, hát a próféta Izraelről mondja, de minden ember, minden személy magára alkalmazhatja, hogy örök szeretettel szerettelek, tenyeremre rajzoltalak, neveden neveztelek. Ezért vagyok személy, mert az Isten öröktől fogva akart, minden személy külön világ, és minden értem van, értünk lett, amikor az Atya elhatározta a megtestesülést, ugye Krisztusban kiválasztott bennünket, hogy gyermekei legyünk, hogy az Isten életben részesedjünk, és hát ezt a nagy-nagy igazságot a görög egyházatják sokszor, meg a többi egyházatja is ismétlik, hogy az Isten fia emberré lett, hogy mi megistenüljünk, ez a teózis, a megistenülés. Ez elkezdődik a keresztségünkkel, amikor a Krisztus testébe, az egyházba beoltatunk, és a Szentlélek erejében megindul ez a kegyelem, az a dicsőség maga. Tehát mindannyiunknak megvan az Istentől kapott örök rendeltetése, és ebbe kell beilleszkednünk. Ez a názareti kislánya Mária, amikor hallotta az angyali üzenetet, az ő igényétől függött a megváltásunk, mert Isten nem rángat bennünket, mint bábukat dróton, hanem szabadságot adott, ez a méltóságunk, és ez olyan kockázat volt, az Isten maga akarta korlátozni a hatalmát, hogy tőlünk függ, hogy aztán, hogy valósul meg a sorsunk, ez az örök rendeltetésünk. Ezt azért mondom, mert ebben a távlatban kell most beszélnünk a halálról és a feltámadásról, hiszen az előző adásokban már többször szó volt, hogy a keresztény reménység teológia hangoztatja, hogy hiába az utópiák és különféle filozófiák nem adhatnak megoldást, és csak is a feltámadt Krisztusba vetett hit lehet a reménységünk alapját. Ezt szeretném most veletek elmélyíteni, de még néhány ilyen filozófiai reflexiót kezdenék, az filozófiai tézisekkel kezdeném. Így fölállítottam téziseket és antitéziseket. Rögtön látjátok, hogy mi a felfogásunk hívőknek. Az ember halála tiszteletet és csendet követel, minden civilizációban tisztelték a halottakat. A szószoros értelmében nem volt laikus temetés, hogy azt az ősi szertartások tanúsítják. Ezek szimbolizmusa elkíséri a halottat a szent birodalmába. Az antitézis, semmi sem hétköznapig, mint a halál alapvető biológiai törvény. Végesek vagyunk, hát sokszor hallja az ember, akik esetleg kórházban is dolgoznak, hát megszülettünk és hát meghalunk, véges a létünk, hát nem kell itt
különösképpen erre erről gondolkodnunk, persze aztán tovább szövik azt, hát amit már most a húsvéti ünnepkörben többször idéztem a prédikációban, az első korintusi levél 15. fejezetében Pál a korintusiaknak írja, érvel, akik elfogadták Krisztus föltámadását, de nem hisznek a föltámadó föltámadásukban, és azt mondja, hát ha ebben nem hiszünk, akkor azt mondja, nyomorultabbak vagyunk az ateistáknál, együnk, ígyünk, holnap meghalunk, Izaiást idézi, és hát sokan ezt is teszik, szakítsd le minden perc virágát. Egy másik tézis, a halál rossz, mert halált okozni, ölni rossz, a Sínai hegyi kinyilatkozhatás szerint is, tíz parancsolat. Az emberi lelkiismeret abszolút rossznak ítéli az emberölést. A történelem tanúsága szerint ez az antitézis, az ember azért keresi az embert, hogy megölje. Civilizációnk vérrel szennyezett története ezt mutatja. Úgy tűnik, hogy az ember engedelmeskedik a kegyetlen természetnek, a létért való küzdelemnek. Ezt most azért is említem meg a következőt, mert hát naponta hallunk az öngyilkos iszlám merénylőkről, akik bizonyos célért ugye feláldozzák magukat, és hát akkor hogyan ítéljük el az ölést, mikor ilyen szent cél érdekében teszik. Hát persze erre aztán lehetne hosszabban reflektálni, mert vannak keresztény vértanúk is, akik a Krisztusét ért, és a testvéri szeretetért áldozzák fel életüket. Na de ezt most itt nem akarom részletezni. Mindenképpen a krisztusi kinyilatkoztatásról lesz szó, de még a filozófiai síkon maradva, amikor az ember teremt vagy szeret, nem viseli el alkotása megsemmisülését, vagy a szeretett lény végleges eltűnését. Gyakran szoktam idézni, egy kis könyvet is írtam Gabriel Marcel filozófiájáról. Azt mondja a kedvesének, hogy te nem halsz meg, örök életed szán neki. Igen, azt akarom, hogy legyen örök, mert a szeretet az a másikat akarja személynek és előmozdítani. De csak ha a végtelen te, az Isten mondja nekem, hogy te nem halsz meg, mert szeretlek és örök létre teremtettelek, csak akkor valósul meg, teljesedik be ez a vágya, hogy a másiknak örök létet kívánunk. És hát szoktam a Lizziói kis terészt idézni, az egyik volt tanárom, Lőveni tanáromnak volt egy könyve éppen a halálról, és a címe az volt, hogy nem halok meg, hanem átlépek az életbe, a teljesebb életre. Hát az antitézis, ez a nem hívő vélemény, a halál lehetetlenné teszi a szeretetet. A halál, mivel megsemmisülés, hasztalan szenvedélyé teszi a teremtést és a szerelmet, a szeretetet. Itt megint ateista Jean-Paul Sartre-t idézem, meg van egy vastag könyve, a lét és a semmi, most már újabban itthon is lefordították. Hát arról beszél, ugye, amit az egyházatjáknál, vagy görög filozófusoknál is találunk, hogy az embernek a végtelen vágya, szóval a megistenülést kívánja, vagy Istennek akarunk lenni. Az isteni felé törekszünk, de hát ez kimutatja, hogy ez hasztalan ez a vágy, és akkor azzal fejezi be ezt a könyvét, hogy l'homme est une passion inutile. Na most az ember egy hasztalan szenvedély, szenvedés. A passionnak a franciában kettős értelme van. És végül a harmadik tézis. A halál az emberi létezés megpecsételése, ez a végesség, méltóságot, komolyságot ad a létezésnek. Tejádos Árna az Isteni Millió című könyve végén beszél arról, hogy a halál és a kárhozat lehetősége mélységet ad az Isteni Milliónek. Lehetőségről van szó. A Szentírás, látjuk majd, többször beszél, hogy lesz majd végső ítélet,
Persze azt is majd megmagyarázom, hogy Isten nem semmisíti meg a teremtményét, akit szeret, míg hogyha végsőkig lázad is ellene. Hát én most nem akarom itt elismételni, amit megírtam a licenciátusi dolgozatomban, Karl Rahner halál teológiájáról, valamikor egyszer a vigiliában összefoglaltam. Ennek a lényege az, hogy sok mindent megkérdőjelez a régebbi skolasztikus felfogásban, a keresztény antropológiából kiindulva, tehát abból, hogy az ember test és lélek lényegi, szubstanciális egysége. Tehát nem úgy képzeljük el, tehát a Platón és a platonikusok ugye beszéltek a lélek halhatatlanságáról, ez igaz is. A szellemi lélek az halhatatlan, de nem arról van szó, hogy ugye a lélek, mint egy kalitkából a madár kiröpül a testből, és akkor hát az aztán valami isteni létben tovább él. Többről van szó, hisszük, a krédóban megvalljuk a test feltámadását, vagyis az egész ember feltámadását. Nem vagyunk angyalok, tiszta szellemek, tehát az, ahogy Marcel szintén ez a personalista filozófus magyarázza, a testem én is vagyok. A testem az nem egy tárgy, mint ez az asztal, amit birtokolok, hanem a szellem teljesen áthatja. Példának vehetjük a mosolyt. Az emberi mosolyt nem lehet elválasztani az arctól, annyira egy, azt kifejezi. És hát sokszor mondjuk ugye a szem a lélek tükre. Tehát az ember test és lélek egység, és ahogy a Rahner magyarázza, az egész ember hal meg, és az egész ember támad föl. Ugye hiszük a test, az ember föltámadását. Na most hát persze ez nagy misztérium, ezt lehetne tovább magyarázni, de ami lényeges a Rahner felfogásában, pontosan az, hogy a halálban, most nem beszélünk a halál aktusáról, Brosnak volt a hipotézise a végső döntésről, amiben van igazság, ugye a halálban dől el, amikor az Istennel szembe kerül az ember, hogy mellette vagy ellene foglal állást, hát persze ez szempontból meg kéne vitatni. De a lényeg a Rahnernél az, hogy az emberi való, tehát én, aki meghaltam, átléptem a szellemvilágba, én nem angyal leszek, és nem csak a lélek halhatatlanságáról van szó, hanem valamiképpen megmarad a vonatkozásom az én testemhez és a kozmoszhoz, az anyagi mindenséghez. Mégpedig az, így mondja németül, hogy nem akozmis, hanem alkozmis. Minden vonatkozása megmarad ehhez a világhoz, amely az üdvösség drámájának a színtere volt, tehát a Szentírás is beszél, majd új ég és új föld lesz, és átalakul ez a világ. És hát tulajdonképpen azt is megmagyarázza, hogy Szent Tamásnak az a felfogása, hogy az végső feltámadásig az emberi lélek az bizonyos vagy ilyen várakozó álláspontban lesz, vagy várja, hogy majd a testével egyesüljön, hát persze szellemi test lesz majd, hanem ez a Rahneri felfogás, ez akkor ezt kiküszöböli, ezt a nehézséget. És ma már nagy teológusok beszélnek arról, hogy valamiképpen már a halálban megtörténik nem a feltámadás, hanem egy bizonyos megdicsőülés, mint ahogy Jézus Krisztus is, amikor kilehelte lelkét a kereszten, átment a Atya dicsőségében, már megtörtént a megdicsőülés, a feltámadás, az, hogy megjelent még az apostoloknak, csodát tett, leereszkedett, hogy megerősítse őket a hitükben, de ez nem egy hulla felélelése volt, vagy mint ahogy a Lázáré például, aki újra meghalt. Tehát ugyanez történik velünk, akik Krisztusban halunk meg, és majd vele támadunk föl, hogy mi is átlépünk ebbe a szellemi világba, és megmarad a
tehát a vonatkozásunk a mostani testünkhöz, illetve a múltunkhoz. Arról egyszer beszéltem, hogy a tetteink, ugye ez a nagy igazság, tetteink megváltoztatnak bennünket, meg átalakítanak. A jó és a rossz tettek nagyon fontosak, tehát ha a jó tetteket gyakorolom, ez az erényes cselekedet, ha rossz eltérek a helyes úttól, akkor egy idő után eltompul a lelkiismeret, és nem veszem észre, hogy esetleg súlyos vétek lesz, vagy zuhanás. Tehát megkaptam a génkódomat, és az életem során én alakítom szabadon a személyiségemet. Tehát ezt már az én szabad döntéseimtől függ, és a jó és rossz cselekedeteimtől, hogy mivé leszek hosszú életem során. És ennek is elképzelhetjük, hogy van egy kódja ennek a személyiségnek, ahogy én vagyok. És azt is kell hangoztatnunk a keleti misztikákkal szemben, hogy nem olvadok bele az istenségbe, vagy abba a szellem közösségbe, mint a csepp a tengerbe, megőrzöm a személyiségemet. Pontosan arról van szó, mert az Isten, az Atya öröktől fogva engem akart mindenkit személynek. Az állatnál ugye a faj az érdekes, a faj tovább él, és nem örök, de az emberi személy, akiért minden van, minden az égvilágon, az a Kant kifejezése szerint az finis sui, tehát minden értem van, és itt most itt van egy Babits szakértő, egy részt olvasok, a Babits a Zsoltár férfiangra című Konzoláció misztika című költeményéből, ami nagyon szépen kifejezi azt, amit mondani akarok. Tudod, hogy érted történnek mindenek, mit busulsz. A csillagok örök körforgása néked forog, és hozzád szól, rád tartozik. Érted van minden dolog a te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nékem, benned a cél, és nálad a kulcs. Madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Istent sem érti meg, aki téged meg nem ért, mert kedvedért alkotott mennyet és földet, s tengereket, hogy benned teljesedjenek, s korok történetét szerezte mesés könyvedül, s napba mártotta ecsetét, hogy kifesse lelkedet. És most egy úrás. És nem sejtett, hogy véletleneid belőled fakadnak, és nem tudod, hogy messze napokban tenned erőd ránk, és a planéták félrehajlítják pályád előtt az adamant rudakat. A személyi megsemmisülése, akiért minden lett, és akit az Isten örök szeretettel önmagához rendelt, az ellene mondana ennek az isteni szeretetnek. Tehát itt arról van szó, most azoknak érvelek, akik hisznek Istenben. Tudjátok, hogy volt több fölmérés évekkel ezelőtt, magam is olvastam franciáknál, másutt is, meg a tapasztalat azt mutatja, hogy sokkal több ember, nagyobb azoknak a száma, akik hisznek az Isten létében, mert hát a szép világegyetemet, a teremtőnek kell lenni, ezt elfogadják. De az, hogy én tovább élek, én a semmi, a csillagpor, hát ez nem, még az jó apám is ugye kifejezte a falusi bölcsességet. Hát onnan senki se jött vissza, mondják. Hát nem jött vissza, de Krisztus feltámadt, majd mindjárt látjuk. Tehát az érdekes az, tehát azért érvelek azoknak, akik hisznek Isten létében, a teremtőben, hogyha a megsemmisülést fogadnánk el, az ellene mondana az Isten bölcsességének, hiszen azért teremtett mindent az emberért, akkor abszurd tényleg az egész létezés. A másik év pedig, hogy ellene mond Isten szeretetének. Isten maga a szeretet, és szeretetből teremtett minket, embereket, és mindent értünk, öröktől fogva, már a világ teremtés előtt kiválasztott, Krisztusban fogadott gyermekei legyünk, ugye, és részesítsen Isten életében, idéztem az Efezusi levelet.
Itt idézném még Halász Piuszt, a kiváló cisztercit, akinek még több kiadatlan írása van. Majd mindjárt egy szakaszt az idő és az örökké valóság kapcsolatáról. De előbb még azt mondja, a valóságban csak egy maradandó lét van, abban létezni, aki maga a szeretet. Isten, ha az emberi szeretetünk olyan erős tudna, igen, ha az emberi szeretetünk olyan erős tudna lenni, hogy azt, akit szeretünk, nem csak emlékezetünkbe zárni, szívünkbe fogadni, érzéseinkben őrizni, hanem képesek volnánk az életünkbe is befogadni, akkor túllépnénk a biológiai erők hatalmát, és áttörnénk a halál mesdjéjét. Pontosan ilyen Isten irántunk való szeretete, és idézi ő is Jeremiástól, örök szeretettel szerettelek téged, ezért könyörületességemben magamhoz vontalak téged. És hát még megemlítem, hogy itt hivatkoznék a francia katolikus filozófusra, Maurice Blonderre, aki a nagy tézisében, a cselekvésről szóló könyvében vége felé arról ír, hogy az Isten a végsőkig lázadót se semmisíti meg, hanem fájdalommal azt mondja, ember, legyen meg a te akaratod. És hogyha az tényleg kitart a végsőig, akkor elszakítja magát az élő Istentől és a szeretett közösségtől, akkor saját ürességében marad, vagy azzal néz szembe, semmik se vagyunk, ha elszakadunk másoktól, a szeretettől. Az egész létünk a szeretett szálakból szövődik, kezdve attól, hogy a gyerek visszamosolyog az anyjára, és kilakul ugye lassan a kapcsolat másokkal, és hát gondoljunk arra, hogy mennyi mindenki dolgozik azért, hogy mi együnk, itt legyünk, és tehát egymás a tudás és minden, ami kölcsönös az emberi történelemben, fejlődésben, az mind közös mű, és mi hiszünk a Szentek Egyességben, a közösségében is, és valamit, és ez nagyon szépen ír erről Orné Bulád a könyvében, hogy mindenki valamit hozzáad ehhez a nagy-nagy közösséghez, ami hát a fejlődő mindenségről van szó, amely az evolúció teljár szerint ugye nem fejeződött be, amikor az emberi agy az anyag bonyolódásával kialakult és megjelent az öntudatos szellem, hanem a noszférában, a szellem szférájában tovább folytatódik a fejlődés. Pontosan most az internet korában, vagy amit most a netet, a világhálót megtapasztaljuk, ez, amit ő 50 évvel ezelőtt látott, mikor planetizációról beszélt, az most megvalósul, szinte együtt gondolkodunk pillanatok alatt, ennek van jó és rossz következménye is, de azt mondja, ha te jár, vagy egyesülünk, vagy elpusztítjuk egymást. Most már ez a jövő, és akkor ezt megmagyarázza, persze, ezt most egy kicsit részleteztem, ha csak az Omega, vagyis a föltámadt Krisztus, aki már létezik, aki, ha ő nem amorizálja, szeretettel nem hagyja át ezt a nyüzsgő emberi tömeget, vagyis a Szentlélek, a föltámadt Krisztus lelke, amely minden hívőben működik is itt az egyházban, hogyha ennek nem nyílünk meg, és csak akkor, ha kilépünk magunkból, és próbáljuk a szeretettel, szóval vállalni a szolidaritást mindenki, és a szeretet kis tetteit megvalósítani, akkor rajtunk keresztül átalakulhat az emberiség, amely most ugye pusztítja egymást, és útkor Egyiptomba, Kairóba járt Ferenc pápát, olyan kemény beszédet intézett az erőszak szemben, hogy az Isten nevében nem lehet ölni, és elítélt minden. Meg hát a forrás, ugye a pénzimádat, a gazdagság öl, ugye erről is sokat beszélt, és a pénz és a hatalom bálványozása, és hát a fegyverkereskedelem, és így tovább, hát ezt ismerjük. De hát mi nem tudunk nagyon ezekre se a brüsszeli vagy a strasbourgi vezetőkre hatni, vagy a
az ESZ-re, de amit tudunk, az az, hogy mi kilépünk a kis önző világunkból. Ferenc pápa állandóan ezt hangoztatja. És nem hiába ezt a kilépni. Az egész egyháznak, de minden hívőnek, mindenkinek. Meg kell nyílni a mások felé, és menni aztán az egyháznak egészen a végső, a peremvidékek felé, és tanúságot tenni az örömhírről, hogy meg vagyunk váltva, Krisztus meghalt és feltámadt értünk, és örök életre hivattunk. Hát ezt kell, ez lenne az új evangelizálásnak is a lényege, és hát mindenki misszionárius, mondja a pápa, az egész egyház lényegéhez tartozik. Na most az, nem sok időnk van, túl gyorsan megy, de most azoktól idézek, akik nem jártak ugyan a Mennyországba, Halász Piusztól és Bulád atyától szeretnék egy-egy szakaszt idézni, mert nagyon eltalálták azt, amit én mondani akartam. Hát az, hogy a túlvilági létet, ugye de egész Isten fogalmunkat mindig meg kell tisztítanunk, ugye ez a negatív teológia, minden, ami emberi, amit az Istenre vetítünk, azt le kell hántani, és hát a tulajdonképpen ezt teszik a misztikusok is, de hát meg a teológusok, hogy sokszor nagyon gyerekes az Isten képünk, amit mondjuk a katekizmusban tanultunk, hát akkor jó volt az, de később a tudományos vonalon szakemberek ugye egyetemre jártak, fejlődtek, és hát akkor olyan gyerekes az Isten képű, vagy hamis, amit elvetnek, amit tagadnunk is kell. Hát sokszor ezek az ateisták, a Szárt, meg a többiek olyan Isten képet vetnek el, amit el is kell, tagadni is kell, akkor ezekkel én is ateista vagyok. Idő és az örökké valóság kérdése, mert nem kell úgy képzelnünk, hogy hát mi lesz odát örökén. Állandóan erről gondolkodom, és akkor valaki mondogatta, hát ott unatkozunk már. Hát az öröklét az nem valami merev. Szóval volt egy hamis felfogás, hogy az Isten nem változhat, mert az tökéletlenség, de hát ezt már rég megcáfolták. Ugye már Origenész a 3. században, hogy igenis, és hogy a szenvedő Istenről beszélünk, aki együtt érez velünk, mert Krisztusban ugye leereszkedett hozzánk az Isten, és részt vett a mi sorsközösséget vállalt, és ez nem tökéletlenség, amikor szeretetből együtt érez. Igen, nem a utazással találkozunk az Istennel, hogy az kozmonauták, hanem extázissal befelé kell fordulni, hogy Szent Ágoston mondja, és bent lakik az igazsága. Az Isten bennünk van, Isten országa közöttünk van, a szeretett közösségben. Tehát nem a fizikai időnek a meghosszabbítása az az idő az örökké valóságban. A Bulád is magyarázza, valamiképpen a költők, művészek vagy a szerelmesek megélik azt az extázist, amikor megáll az idő, és összesűrítve, hát minden benne van. Mint ahogy ha világ keletkezésére gondolunk, az első három másodpercben, amikor az ősrobbanás történt, tehát minden energia oda össze volt sűrítve. Tehát helyesen kell értenünk idő és az örökké valóság viszonyát, és most idézem Halász Piuszt. Legmélyebb ellentmondás bennünk az, hogy az életünk az idő kategóriájába tartozik, és ezért a halálra irányul, ugyanakkor tudatunk a lét maradandósága után sóvárog, tehát a szellem. Az ember felülmúlja önmagát, ahogy Pascal írja. Honnan van az, hogy tudatunk nem akar belenyugodni a végleges elmúlásba? Alig érthető ez másként, mint hogy személyiségünk Isten személyes szeretetéből kapja létét, és egész egzisztenciánk nem más, mint válasz erre a szeretetre. Vagy kinyílás és befogadás, vagy elzárkózás és elutasítás formájában.
Örökké valóságunk nem a lélek halhatatlanságában, hanem az örök Isten reánk vonatkozó szeretetében van megalapozva, erről beszéltem. Az örök élet egyedül Isten létének sajátossága, s jelenti teljes hatalmát az idő fölött és korlátlan szabadságát az idővel szemben. Azt mondhatjuk, hogy az örökké valóság Isten istenségének, az idő pedig az ember emberségének kinyilatkoztatása. Mivel pedig Isten lényege a szeretet, ezért minden emberi szeretet egyben kiáltás, az örökké valóság, a teljesség, a vég nélküliség és maradandóság után. Ez még mindig Halász Piusz. A valóságban csak egy maradandó lét van, abban létezni, aki maga a szeretet, Isten. Igen, ha emberi szeretetünk olyan erős tudna lenni, hogy azt, akit szeretünk, nem csak emlékezetünkbe zárni, szívünkbe fogadni, érzéseinkben őrizni, hanem képesek volnánk az életünkbe is befogadni, akkor túllépnénk a biológiai erők hatalmát, és áttörnénk a halál mesdjéjét. Pontosan ilyen az Isten irántunk való szeretete. Örök szeretettel szerettelek téged, ezért könyörületességemben magamhoz pontalak téged. Ez most már ismétlés volt. Krisztus halál és föltámadása teremtette meg az új dimenziót, amelyben most már az ember és a világ belenő, hát a hívő emberekről van szó. Mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény, a régi tova tűnt. Lám valami új valósult meg, írja Szent Pál a korintusiaknak. A mennyország nem más, mint Krisztus megdicsőlt teste, amely már virtualitel elővételezve magában foglalja és fokozatosan a maga dicsőségében részesíti mindazokat, akik üdvözülnek. A halál tehát nem a semmibe torkolik, hanem a szeretetbe. A mennyország nem tér és nem hely, hanem maga az Isten. Aki üdvözül, az magával Istennel egyesül, és Isten létében merül el, aki megérthetetlen szellem. Mivel pedig Isten a szeretet, ezért az üdvösség is a szeretet életét jelenti. Már most az ember, aki maradéktalanul belenőtt a szeretetbe, üdvözült, és az az ország, amely a szeretet életét éli, a mennyország. Na most nem térek ki Teilhard de Chardin víziójára, mert röviden összefoglaltam, azért, mert kevés is az idő, és közben mondom, megismertem a Bulánnak ezt a könyvét, amit nagyon ajánlok, abból ide kiírtam néhány szakaszt. Hát a Bulád atya is úgy beszél, mintha már ott járt volna a mennyországban, mint a Nemesegyi Péter, amikor a Szent Háromságról tárgyal, mondtam neki, hogy hát mi az, te konzultora vagy a Szent Háromságnak, hogy ennyire jártas vagy az örök élet. Tehát egy kicsit azért a muzulmán misztika is befolyásolta, vagy az ottani szellemiség. Én nem kommentálom, csak ezeket a részeket szeretném felolvasni. Ez az a címe, hogy a halálban ugyanis megszületünk. Tehát kicsit ahhoz hasonlítjuk, az ember az anyja mélyéből kikerül, szóval itt van a biológiai születés, de utána aztán mi is beleszületünk a halállal a szellemvilágba, az Isten életbe. Azt mondja, minél többet birtokolok, annál kevesebb vagyok. Itt megint a Marceli, az étről és az avoir, a létezés és a birtoklás. Tehát a személyi síkon el kell jutnunk addig, hogy a másikat nem élvezeti tárgynak tekintjük mondjuk a szerelemben. Te egyáltalán nem tárgyként, hanem személyként azt akarom, hogy ő legyen, hogy együtt legyünk, kibontakozzék, szerelmeseknek mondom, nem csak egymást nézni, hanem előre nézni, ez a Saint-Exupéry nézet, és fölfelé, és ott végtelen az Isten felé. Minél kevesebbet birtokolok, annál több vagyok. A létezés a birtoklás romjain sarjad ki. Van egy szó, amely jól kifejez ezt a középpontból való kimozdulást. Az extázis.
Az a szó, hát idézi az etimológiáját, hogy önmagunkon kívül maradni, kilépni, extare. Az önmagából kilépő ember magatartásának az ellenpólusa a materiális önmagába zárt lét, amelyet németül Daseinnak, ottlétnek, jelenlétnek neveznek, hát itt a Heideggerre utal. Ha teljesen ki akarjuk bontakoztatni az ember voltunkat, a Daseinből át kell lépnünk a Sein, a lét világába. A régi szint meghaladása a szerelem extázisában válhat valóra, amely magában foglalja az önmagunk középpontjából való gyökeres elmozdulást. Különösnek hat az a megállapítás, hogy a halál, amelyben meghalunk önmagunknak, és amellyel tehát együtt jár az extázis, emberfeletti öröm forrásává válhat. Az extázisban lét azt jelenti, hogy amit átélünk, az teljesség, ujongás, túlcsordulás. Hát itten aztán hosszan beszél a kommunió, a szeretett közösségről, hogy az differenciál, mert tényleg, hogyha kialakul ez a személyes viszony, az nem az, hogy tárgyak egymás mellett vannak, vagy hát sokszor emberek is csak úgy vannak, hanem ha megnyíltak egymásnak, főleg aztán a szeretetben, akkor mindegyik tiszteli a másik személyét, és együtt bontakoznak ki. Még egy idézet. A feltámadottság állapotának nem kizárnia, hanem magában foglalnia kell azt, ami a legszebb, leggazdagabb, leglényegesebb az emberi léthelyzetben. Jövőbeli állapotunk nem kevesebbet, hanem többet kell jelentenie, visszafejlődés helyett betetőzést. Ha logikusak és következetesek akarunk lenni, akkor tehát szüntelen extázisról kell beszélnünk, amelyben mennyei boldogságunk nem csupán misztikus szemlélődést jelent, hanem nagyon is emberi szerelmet, olyat, amelyben idelem van részünk. Mert a szellem is ott van a testben, és még az örökkévaló is abban, ami időleges, idézi Peggy francia költőt. Eljövendő mennybéli boldogságunkat a szerelem, és csak is a szerelem képes a legerősebben, legmélyebben, test és szellemi mi voltában egyszerre megjelenítve, a legnagyobb kifejező erővel leírni, hát hogy valami fogalmunk legyen arról a boldogságról. Hát én most a végén szeretném a Ferenc pápával befejezni, idézve, ő maga is hivatkozik, Tejádas Ádám, hát ugye jezsuita ismerte ő is az ő vízióját, és pontosan a Laudato Si kezdetű a környezetvédelem szóló enciklikájában hivatkozik rá, az egyik, a 83. pontjában, és a feltámadt Krisztus egyedülálló szerepéről ír. Hát hivatkozik még a 2. János Pálra és 16. Benedekre is, megjegyzi ott az egy jegyzetben, és akkor most idézem az enciklika 83. pontját. A világegyetem útjának célpontja Isten teljessége, amelyet már elért a feltámadt Krisztus, az egyetemes érlelődés gyújtó pontja. Így módon hozzáadunk reflexiónkhoz egy újabb érvet, hogy visszautasítsuk az ember lény minden despotikus és felelőtlen uralmát más teremtmények felett. A többi teremtmény végső célja nem mi vagyunk, mert valamennyien velünk együtt és általunk a közös célpont Isten transzcendens teljessége felé tartanak, ahol a feltámadt Krisztus átkarol és megvilágít mindent. Az értelemmel és szeretettel rendelkező emberi lényt ugyanis Krisztus teljessége vonza, és arra hivatott, hogy minden teremtményt visszavezessen teremtőjéhez. És ugye a Korintusi levél, első Korintusi levél 15. fejezetében olvassuk, hogy mikor mindent uralma alá vont, ha feltámadt Krisztus, visszavisz az Atyához, akkor majd
Isten lesz minden mindenben. Köszönöm a figyelmet. Hát majd föltesszük, vagy már fönt van a távlatok honlapján, ezt el lehet olvasni, mert csak itt-ott követtem a leírt szöveget. Tessék, lehetne beszélgetni. De még azért megjelöltem, mert verssel szeretném befejezni, majd azt a végén, de most a halálról sokat foglalkoztam, írtam, és itt van egy elővételezett könyörgés magamnak, meg az idősebbeknek szánom. 87. Zsoltárnak a parafrázisa. Ha eljön egyszer biztos végső órám, s a jéghideg vizek rám szakadnak, midőn a sírba szállók köz szorongok, s az alvilági árnyak rémei riasztanak, midőn örvényeit felettem már-már összecsapnak, hiába nyújtom majd kezem az embereknek, földi erők akkor nem mentenek meg. Hová lettek az ismerősök, jó barátok? Magányosan a szörny torkába látok, s már integet a másik part felém, jóságodra már nem emlékezem, most fordulok hát hozzád, irgalom, fordíts füled felém, te egyetlen remény. Hogy áldjalak, adj nékem életet, az árnyak nem dicsérik szent neved, kihirdeti már lent irgalmadat, a pusztulás helyén hűségedet, halálpoklában nem teszel csodákat, midőn a végső éj burája rám borul, kemény vaspál célként, és nincsen már remény, ha tényleg elközelg majd végső órám, csak lentről tátogat a cethal torka, az egyetemes feledésben te emlékezz én rám, halál torkából vasmarokkal ments ki engem, hogy mindörökre irgalmad a zengjem. Hát de majd még egy vidámabbat is a végén felolvasok. De hát lehetne hozzászólni. Ki fényképezott? Majd adsz nekem. A múltkor is ígérted, és aztán nem... Ilyen, így lehet bízni a nőkben. Add nekem az enyémet. Mert a közönséget le akarom venni. Fölkerültök a Facebookra, mert sokan mondják a rendtestvéreim, hogy nagyon buzgón rakod, ja, bocsánat, teszed föl a... Hát hivalkodok, hogy ilyen sokan jöttek az előadásra. Nem mozduljatok, de nevethettek. Ez jó lesz. Köszönöm. Önpropaganda. Nincs hozzászólás? Tessék. Egy bizonyos ellentmondásra szeretnék rákérdezni. Nem az ön előadására vonatkozó ellentmondás, hanem a Karl Rahnertől említett halálteológiája és az ön által fejtegetett halálteológiában. Lehet, hogy az én tudatlanságom volt az oka. Igen, nem fejtettem ki elég. Igen. Mint hogyha Rahner tanításában úgy szerepelne, hogy egy teljes, egzisztenciális, testi, lelki halál történik, és aztán pedig valamikor egy feltámadás, és aztán ennek ellentmondó megállapítás volt, hogy a testi halált követően azonnal a feltámadásnak valamilyen formáját és az üdvözülés valamilyen formáját már megtapasztalhatjuk. Itt lehet igazságot tenni. Na most ezt bővebben kifejtettem egy cikkemben, de most elmondom akkor röviden, nagyon jó a kérdés. És ezt nem csak Rahner vallja, hogy a Gresacke meg más nagyobb teológusok, Nemeshegyi Péter is elfogadja, hogy
hogy igenis valamiképpen, persze lesz a végső feltámadás, amikor mindenki feltámad, és az nyilvánvalóvá válik, de Rahner azt mondja, hogy Aquinoi Szent Tamás és a skolasztika, mely elfogadja a testi és a lélek lényegi egységét, nem következetes, amikor azt mondja, hogy a halál után a lélek valami köztes állapotban várja a végső feltámadást. Tehát ezt akarja kiküszöbölni azzal, hogy már megtörténik a... Jó, persze van fejlődés, tisztulás, most mindegy, hogy fogjuk fel a tisztító tüzet, de az nem merev lét, hanem ott tovább folytatódik a mi tökéletesedésünk, a bűnbánat és a tisztulás és a teljesedés, ezt a Bulán nagyon hangoztatja. Tehát azt akarja mondani ezzel, hogy nincsen ott valami merev várakozás, hanem hogy igenis ott az Istennél tovább abba a közösségbe, akkor, mikor én találkozom az Isten szentségével, akkor látom a bűnösségemet, és még a testvéri szeretetben mit hibáztam, és így tovább. Tehát ezt dinamikusan kell fölfognunk. Na most persze, hogy majd a végső ítéletkor, feltámadáskor, akkor az mindenki számára nyilvánvalóvá válik. Na most a fő ellenvetés, amit nem hoztál, az, hogy egyedül a boldogságos Szűz Máriáról valljuk az, hogy mindjárt megdicsőült a halál után, de ez nem ugyanolyan, szóval a hipotézis szerint, mint a Szűz Máriái, aki hát Krisztussal van a dicsőségben, mert itt még bizonyos fejlődés, tisztulás van, és nincs kizárva semmi, én most nem eretnekséget akarok hirdetni, de másoknál is olvastam, nekem az őrít meg, hogy mi lesz örökké, és akkor azt mondom, hogy hát az Isten tud más univerzumokat is teremteni, lehet, hogy vannak is, és hát, hogyha oda még átlépünk és tovább fejlődünk, hát az megistenülésről beszélünk, akkor nem úgy van, hogy most ott van egy múzeum, vagy valami, ott unatkozunk és várjuk a föltámadást. Nem, ebben a szellemvilágban tovább tart a fejlődés. Szóval, majd, ha megadod az e-mailre, elküldöm ezt a cikkemet. Van nekem erről bővebb írás. Tessék, mi? István, olyan okosan nézel. Hát csak eszembe jött az a vers, hogy mi van a más falon túl. Igen. Ez a kérdés. Értem. Nekem eszembe jut a kis tüdőbajos kármelita, a Lisziai kis Teréznek, ugye amikor skolasztikus voltam, Lővenben 57-ben kiadták a teljes feljegyzését, önéletrajzát, amit régen kozmetikázva kihagytak, amikor arról beszélt, hogy milyen hitellenes kísértései voltak, hogy nincs túlvilága, szóval semmi kísértette, és hogy a fal az égig emelkedik. Nagyon szenvedett, és Faximilében láttam, hogy krix-krax lett az írása, és megremegett, másnap ezt észrevett. Na, és ezt idézi Ratzinger is az egyik legjobb könyvében, amit 68-ban az egyetemisták lelkésze volt adott nekik, az most már megjelent nektek, már mondtam, három változatban. Régen kiadta a Török Jenő, bevezetés a kereszténységbe, most mindegy, hogy milyen címet adnak neki, aztán ezt újra kiadta a Vigília pár éve, kicsit simítva, és Márton Áron lefordította, és Erdélyben is megjelent. Én nagyon ajánlom, ez a hitünknek nagyon jó, modern összefoglalása. Később Ratzinger konzervatívabb lett, azt megállapítja. Mari, te nagy tudós, költő, író. Egy hitában arra gondolok, hogy a
imádsága, és ez számomra tulajdonképpen az egész létemet meghatározza. És ez egy oszlop nekem. Azt mondja, jó, hogy Uram, múltamat irgalmaságodra, jelenemet szeretetedre, és jövőmet gondviselésedre bízom. Utolsó célunk nem a halál, hanem a feltámadás. Azért halunk meg, hogy halhatatlanok legyünk. Ezért ne csak húsvét ünnepeljük a feltámadt üdvözítőt, hanem életünk minden napján. Egészen fantasztikusan meghatározó kell, hogy legyen mindenkinek, mert az, hogy utolsó célunk nem a halál, hanem a feltámadás, hát ez borzasztó egyszerűen fogalmazza meg az abszolút misztikát. És ahogy a Gulád írja mindig, a misztikát le kell hozni a mindennapjainkba, igen, ahogy ő írja, és a itteni dolgokat, tehát a földi dolgokat, ha megpróbáljuk megszentelni, tehát a materiális életet megszentelni, akkor már nyert ügyünk van. Ez megint eljár, igen. De hát itt van a örök élet, bennünk van az Isten, és közöttünk, nem a légbe kell keresnünk őt. Hát persze mindig fölfele tekintünk, de hát az, hogy túl materialisták vagyunk, mert ma már a tudomány, most már energiamezők vannak, és most, hogyha a világhálóra gondolunk, hogy mi minden pillanatok alatt, hogy hol van az összesűrítve ez az egész tudás, meg információ. Hát valahogy az isteni agyat is, ha szabad ezt mondani, így képzelem el, ő benne minden benne van, amit mi aztán próbálunk fölfedezéseinkkel kikutatni, de hát olyan nagy titok a létezés most, egyre jobban behatolunk az atomvilágba is, vagy a csillagok közé, de nem ott kell keresni az Istent, hanem Augustin mondja, hogy térj be önmagadba, mert ott lakozik az igazság, és hát a szellemvilágba ahhoz kell valahogy nyitottaknak lennünk, érzékenyek, a Szentlélek, most készülünk pünkösre, a lélek, ugye a Pál írja a római levélben, hogy a Szentlélek által, a feltámadt Krisztus lelke által kiáradt a szeretet a szívünkbe, és hát új teremtmények leszünk, és mindig ezt a Szent Lelket kell kérnünk, és akkor én most ezzel fejezném be az első könyvem elejére fölírtam, lefordítottam Pierre Emmanuel nagy francia költő, hívő költőnek a Veni Creator Spiritus kezdetű versét, és akkor pünkösdre készülve ez költői fordítás, szerintem nagyon szép, ezt magamnak mondom. Veni Creator, vigasztaló, midőn épp az est takaróját arcomra húztam, hogy fajtámmal kihunjak, zene ébresztett fel, a szél zenélt csontjaim között, vagy talán a föld kivetve a kohóból, az est harmad szománca pattogzott meleg talaján. Így sírnak a századok, ha kihúzzák a sírokból, melyeket a forró Ázsia homokja fedett, a hold birodalmak vázáit. Ha felfüggesztem Dávid hárfáját a fűszvágra, látom, a Szent Király táncol a frigyszekrény körül, s ha a könyv a szél parancsára kitárul, ím Moab felett Jeremiás furujasiralma hallik. Egy sem hal meg a nagy szavakból, tudom már az ige egyedül örökké való lélek ígéret, s egy nap jönni fognak lelki emberek, kik a nyelv szilárd talapzatára állva, fedetlen arccal imádkoznak, tekintetük nem rejtik el szégyenkezve süvegük mögé. Mert ha az ének fátyolos és hörgő hangja a keresztelőnek, azért van ez, mivel az ember sár szülötte, sebtől likacsos még, teljesen ki nem égve, beszélni tud csak, énekelni nem, a lelke ritka, mint a lég a falak közé bezárva. Semmi sem viszi a hangot messzebb önmagánál, csak a kövek felelnek a költő szavára. De ha nem is hallják, beszívják ezt a hangot, és egyszer majd felismerik az emberi tüdők, hogy leheletük a szó volt, oly természetes, mint levegő vagy napsugár a pőre, bőrön.
E nap majd látni fogja, hogy a föld megáll, mint fazekas korongja, a váza készpár, s te vigasztaló, te lángba borítod majd tüzeddel, pünkös parazsával a föld egyetlen lelkét, minden embert, kiket az egy ige egyesített, egyetlen templommá, egyetlen üres sírrá, egyetlen vázává a lélek áldozatához. Jó. És akkor most felállunk, és a Te Deumot el, ez is még az én versem, de hogy valami nagyon szépen fejezzük be. Pedig kikerestem, de még most legyetek türelemmel. Most eltűnt. Pedig az el... Ja, itt van, 35. Bocsánat. Addig imádkozzatok. Ez a mottója a 146. Zsoltár. Áldjátok az Urat, mert jó dalolni Istenünknek, mert örvendetes dicséretét ünnepelni. Most hallgassanak a pusztulás prófétai, mert önfeledten dicsérni akarlak téged, mert elvakít kitörő dicsőséged. Magasztallak, mert énekelni jó, mert az öröm örökké való. Mint bozótban vagy asztagon harsogó tűz végigfut rajtam az öröm, előre látom jobbodon jövőm, már előre nevet magasztalom, mert számon tartott könnyeinket, a hegyről magaddal vitted szíveinket. Bár zúg a tenger szenvedés, most mégsem sóhajtozom a teremtéssel nyögve, a vajudás a születés kezdete. Ha majd újra öntve feltámad a világ, s mi benne, glóriád eloszlat minden sötétséget. De én már most dicsérlek téged, az újulást új dallal előre vételezve. Magasztallak, mert énekelni jó, mert az öröm örökké való dicsőség néked. Amen. Megáldalak benneteket. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Szép további folytatást, pünkösdre készülünk, és azért is.